Szép jó reggelt kívánok azoknak, akik velünk kezdik ma is a reggelt, és azt javaslom, hogy tartsanak velünk egészen 9 óráig, mert hogy sok-sok érdekes témával készültünk, persze sokat fogunk beszélni a népszavazási ügyben beállt fordulatról, de például Siffer Andrást arról is fogom kérdezni, hogy szerinte az offshore ügyek hogyan lennének idehaza megakadályozhatók. Itt lesz Csepregi Nándor, a miniszterelnökség miniszter helyettese, és Nyakó István is, és majd a Start Plus-ban Hernádi Juditot is fogom fogadni egy új előadásáról, de mindenek előtt kezdjük Szabó Szabolcsal. Jó reggelt kívánok az Együtt országgyűlési képviselőjével és a lapszemlével. Nem meglepetés, hogy a mai címlapok tele vannak ezzel a népszavazási fordulattal. A Magyar Nemzet fordulat a népszavazás ügyében címmel számol be a tegnapi fejleményekről, a Népszavában mégis dönthet a nép a cím, de talán most foglalkozzunk azzal a vonatkozásával ennek a kérdésnek, hogy sokan azt mondják, hogy a kúria döntésével legalább az bebizonyosodott, hogy a jogállam egy kis szeletében működik idehaza, de azt nem látjuk, hogy a hatóságok a büntetőjogi részét ennek a kérdésnek vizsgálnák-e. A kúria sem foglalkozott ezzel, nem látjuk, hogy a rendőrség, az ügyészség olyan aktív lenne, mint mondjuk Gulyás Márton akciója kapcsán. Várható ebben fejlemény, vagy ennyivel kell megelégedniük az ellenzéki pártoknak most? Én is azt gondolom, hogy erős túlzás azt állítani, hogy akkor itt most minden rendben van, és a jogállam működik, a jogállam akkor működne, hogyha valaki megpróbálja megakadályozni azt a alapvető joggyakorlatot, hogy népszavazást lehessen kezdeményezni ebben az országban, akkor azt a nyomozó hatóság vizsgálja ki, és aki ezért felelős, azt megbüntessék meg. Sajnálatos módon ebben semmiféle erőrelépést nem látunk, ugyanígy nem látunk egyébként semmiféle erőrelépést abban az ügyben sem, ami 2 évvel ezelőtt történt nagyjából, amikor tudhatóan a választásokon hamis aláírásokkal kamupártok indultak, és abban sem történt. Igen, sem. Ugye ebben az ügyben pont megszólalt Szelényi Zsuzsana, ugye a nézőknek mondom, hogy az történt 2014 tavaszán, hogy az Együtt akkor tett egy feljelentést, mert hogy egy 20 000 aláírás tartalmazó csomagot juttattak el önökhöz, és itt ugye az történt, hogy valószínűleg a választók adatait másolták, sokak szerint kamupártok, ez ugye sokról nem bizonyosodott be azóta sem, és akkor Szigetvár Viktor arról beszélt, hogy 10 választókerületet és 10 pártot is érintett a csalás, és Szelényi Zsuzsana rákérdezett Pol Péternél, hogy mégis így 2 év után hol tart ez a nyomozás, és azt mondta a főügyész, hogy nem határozható meg a nyomozás lezárásának időpontja. Ez egy ennyire bonyolult ügy? Azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy az ügyészség nagyon sajátosan értelmezi a feladatát. Amikor a kormánypártok érintettek, vagy kormánypártokhoz köthető emberek érintettek, akkor folyamatosan hosszabbítgatják a nyomozás határidejét, és nem hajlandók nyilatkozni arról az egyszerű tényről, hogy mi olyan bonyolult abban megállapítani, hogy ugyanolyan sorrendben, ugyanolyan aláírással szerepelnek emberek ezeken az aláíróíveken. Hát teljesen egyértelmű, hogy másolták. Ezt nem olyan bonyolult kimondani. Ugyanígy tudok erre másik ügyet is mondani, Csepelen elkapták ittas vezetésére ottani polgármestert, most már 1 éve hosszabbítgatják a nyomozást, mert nem tudják kideríteni, nem tudom én, hogy ivott vagy nem ivott, mikor bevallott egyébként, hogy ivott. Tehát ezek ilyen ügyek, egyszerűen végezni kellene Pol Péternek a dolgát. Ő nem végzi, ezért más nem tudunk mondani, hogy a kormányváltás lesz, az elsők között fog repülni. És van egy harmadik vonatkozása is ennek az ügynek, amiben én úgy látom, hogy az újságírók végzik a dolgukat, ugye, ami arról szól, hogy ez a bizonyos kopaszok szervezte csapat kötődik vagy nem kötődik a Fideszhez, és ugye most tegnap a 444 hozott nyilvánosságra, bár nem az újságírók végezték a dolgokat, ők csak közvetítették az olvasói megjegyzést, ami arról szólt, hogy egy olvasójuknak feltűnt, hogy októberben ugyanarról a telefonszámról SMS-ben hívott a Fradi drukkolni egy Fradi Vasas meccsre, mint ahogy a Múzeumkörútra hívtak a Fideszhez ünnepelni. De hát még ez is kevés. Tehát, hogy ebben sem látunk pontosan, hogy itt milyen összefüggés van, vagy lehet a kormánypárt és az ilyen akciók között. Hát erre lenne egy normális országban a nyomozó hatóság, aki hozzáférhet például a telefonforgalmi adatokhoz egy ilyen nyomozás során, de hát hogyha nem hajlandóak nyomozni, egy ellenzéki párt nem mondhatja azt, hogy oda megyek és utasítom a legfőbb ügyészt, hogy ugyan kezdjen már el dolgozni. Orbán Viktorék nevezték ki, ha nem végzi a dolgát, az Orbán Viktornak a kudarca és a csődje is, ez is azt mutatja, hogy Magyarország nem csak kormányzás nincs, igazságszolgáltatás sincsen, egyszerűen fölháborítás.
felháborító az, ami itt folyik. A másik téma, ami a címlapokon szerepel, többek között az a pedagógus tüntetésekkel kapcsolatos fejlemények, és a Népszabadság idehozta azt a témát, hogy ugye Sándor Mária is felhívta az egészségügyben dolgozókat egy szolidaritási akcióra, hogy április 15-én, amikor a polgári engedetlenség lesz, és a figyelmeztető sztrájk, akkor fekete pólót húzva ők is mutassanak szolidaritást, viszont az újság úgy tudja, hogy eléggé húzódoznak az egészségügyi ágazatban dolgozók, hogy fekete ruhát húzzanak, és megkérdezték Cser Ágnest, aki ugye szakszervezeti vezetőként úgy fogalmazott, 4 szoszlip kormány után végre érdemben tárgyalunk a bérfelzárkóztatásról. Sándor Mária civil mozgalmat szervez, nem szakszervezeti területen van. Mi az ágazati reprezentatív szakszervezetként remélem hamarosan tető alá hozzuk a megállapodást. Tehát itt is működik az, hogy ahány szakszervezet annyi felé húznak. A pedagógusoknál annyi a különbség, hogy ott kimondják azt, hogy ugyanaz a cél, de ugye háromféle az eszköz. Ettől még ez lehet egy erős és hatékony nyomásgyakorlás a 15-i és a 20-i akció? Szerintem a pedagógus sztrájk és polgári engedetlenségi mozgalom kapcsán van előrelépés, és az lehet hatékony. Ott is az elmúlt 1-2-3 évben ezt láttuk, hogy az egyes szervezetek egymástól elkülönülten próbáltak meg tárgyalni és érdeket érvényesíteni. Mára ez kezd összeérni, most már rendszeresen beszélnek, egyeztetnek, tárgyalnak egymással. Tegnap is volt egy ilyen közös megbeszélésük, én is csak az újságban láttam. Egy normális országban ez így működik. Ha összefognak egy ágazatban, akkor tudnak erősen, hatékonyan fellépni. Ennek nem értek a végére, de ezen az úton ők elindultak. Az egészségügyben meg teljesen széttart még ez a folyamat. Ott valószínűleg a politika is jobban bele tud nyúlkálni. Hát tudjuk nagyon jól, hogy egyes kórházigazgatók elég erőteljesen be vannak csatornázva bizonyos pártokhoz. Ebből kifőleg ők bizony presszionálják erősen az ott dolgozókat. Sándor Mária rendszeresen beszámol arról, hogy szó szerint levetetik például a fekete pólót a nővérekről, kirúgással fenyegetve meg őket. Hát ugye nyilván, amíg ez működik, addig nem fog érdemben működni. Miben mérhető egy ilyen figyelmeztető sztrájk, polgári engedetlenség sikere? Mert hogy azt önök is egy közleményben jelezték, hogy egyetértenek abszolút a követelésekkel, de pont ami talán a legsarkalatosabb a 18 éves tankötelezettségi korhatár, vagy mondjuk a klikkel kapcsolatos problémák, a tantervek rugalmassága, a munkaterhek, óraterhek csökkentése, ebben nincs nagyon elmozdulás. Azt nem tudjuk, hogy a klik decentralizáltsága az mennyire lesz hatékony. Egy sztrájk után ilyen fontos kérdésekben is visszakozhat a kormány? Szerintem érdemi visszakozás eddig sem volt, és a jövőben sem várható. Ezek a mozgalmak a mi szempontunkból azt gondolom azért fontosak, mert teljesen nyilvánvalóvá teszik mindenki számára ebben az országban, hogy rossz irányba haladunk. Ez az oktatási rendszer. Ez tehát, hogy ők változást akarnak. Ez természetesen ez kevés, de már eljutottunk odáig, hogy egy évvel ezelőtt még nagyon sokan ezt tagadták. Most már láthatóan a társadalom egészen döntő többsége elfogadja, hogy itt alapvető problémák vannak. De igazából, hogy komoly változás jöhessen létre, ahhoz politikai szándék, politikai döntés kell. Ott kezdődik, hogy nem a GDP 3,9%-át kell az oktatásra költeni, hanem nagyjából az 5,5%-át. Politikai döntés kell arról, hogy milyen gyerekeket szeretnénk kibocsátani az oktatásból. Gyár mellett dolgozó droidokat szeretnénk képezni, vagy gondolkodó, értelmes, nyitott, befogadó gyerekeket. És még hosszasan lehetne sorolni. Az ilyen döntésekre Fidesz nem lesz hajlandó. Fidesz politikájának a lényegét érintik ezek, igen, a kérdések, és ebben nem úgy tűnik, mintha visszatérne. És ebben nem lesz változás, teljesen egyértelmű, de mivel általánosan el fog terjedni, és már most elterjedt, azt hiszem, hogy rossz az az oktatási rendszer, ami most Magyarországon van, ezért nyilvánvalóan nekünk, ellenzéki politikusoknak nyit egy teret abban az irányban, hogy mi értelmesen, nyitottan le tudunk ülni majd ezekkel a szervezetekkel tárgyalni, amikor a kormányváltás megtörténik, és mi meg tudunk velük egyezni, mert mi értjük, hogy mi folyik a magyar oktatási rendszerben. Az sem azt üzeni, hogy lenne érdemi elmozdulás, hogy a 13. tankerületben lévő iskolák kaptak egy furcsa levelet, már a címe is érdekes, hogy a médiában történő megjelenés bejelentési kötelezettsége. Magyarán, hogy a szűk szakmai kérdéseken túl mindent, mikor, kinek, hol akar nyilatkozni egy iskolaigazgató, azt a kliknek jeleznie kell. Ennek mi lehet a célja ezek után, az elmúlt hetek után?
Hát az a célja, hogy elhallgattassák a tanárokat, hiszen ugye emlékezhetünk rá, ez az egész probléma, vagy a kormány számára probléma onnan indult, hogy egy miskolci gimnáziumban fölálltak a pedagógusok, és azt mondták, hogy nekik most már aztán elegük van. Ezt akarják megakadályozni, ugyanis hogyha egy ilyen típusú levél után mondjuk egy iskolaigazgató kiáll, és azt mondja, hogy írok egy nyílt levelet a miniszternek, mert nem működik az oktatás, akkor másnap kap egy levelet, hogy nem tartotta be az utasítást, viszontlátásra el van bocsátva. Eddig tudtunk lapszemlézni, és az egyik sztrájkról beszélgetni, most egy másik lehetséges sztrájkról fogom kérdezni majd Boros Péternét azzal kapcsolatban, hogy a közalkalmazottak köztisztviselők hajlandóak lesznek-e sztrájkolni, mindjárt folytatjuk.